magam és az önkormányzat nevében. Pár szót szeretnék mondani, nem sokat, hogy már mondanám, hogy ha mennyi a lakosság számunk. A lakosság számunk 1940 fő jelenleg, ebből 270 a 65 év feletti. Én nagyon örülök neki, hogy ilyen szép számmal összejöttek, és köszönteném, majd aki csak a tévén keresztül fogja ezt a műsort megnézni. Idén a Vöröskereszttel közösen rendeztük meg ezt az idősek napi megemlékezést. Át is adnám a szót György Kálmánénak, a helyi Vöröskereszt titkárának. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, az itt megjelenteket és akik otthon maradtak természetesen azokat is. Sok mindennel nem készültem, mert az ember azt mondja, hogy hát olyan szép, mikor a gyerekek versennek, énekelnek, az szerintem mindenkinek többet jelent, mint hogyha nem tudom milyen magasztos szavakat itt beszélnénk. Egyetlen egy gondolatot azért úgy, ami a fejemben van, azt szeretnék elmondani, hogy a perc, amit meg kell ragadni, az, hogy ez egy lehetőség, hogy most itt ilyen szép számmal össze tudtak jönni, önök is, meg hát mi is itten. Ez egy olyan, aminek örülni kell, és hogy nem tudjuk, hogy holnap, hogyan alakul, miként, és meg kell látni a jelenben mindig azt az örömöt, ami adatik, és ez legyen a vezérfonal a mai napra, és mindenki próbálja meg jól érezni magát, sok örömet, boldogságot, minden jót kívánok minden résztvevőnek. És ezzel akkor át is adnánk a szót a gyerekeknek. A gyerekek énekelnek, táncolni, verselni fognak, és akkor a gyerekműsor következik. Aprócska házban völgy belén, öreg a nyóka érdemért. Nyuszik, gidám, dalos ligok, jól ismerik a házikót, és ismerik a fák, hegyek, a mátrán úszó fellegek. A lepke, pincs, kakukkmadár, az ős család mely arra jár. Szelíd, kezes kis őrzikék, keresik meg a nénikét, kit kedveskedve réges rég, csak őrlenónak hív a nép. Anyót az első napsugár, serény munkával látja már, csuporra tár a pettyeket, virágos ágat festeget. Ecsetje fürgén föl lejár, csapongva, mint a vadmadár. Csak akkor nyugszik, nem siet, ha ráborul a szürkület. Az út felől a kert alatt vidám gyerekcsapat szalad, és réten termett nagy nyaláb, kakukkfű, zsája, szarkaláb. Törökszeg fű meg kankali, virít a lányom karjai. Anyóé, mint esok virág, topognak pettyes őcgidák. Ugrál a bodli és ugat, cilik cicus velük mulat. Zsivajjal hegy völgy megtelik, és játszadoznak estelik. De télen, hogy mi képesek? Hiába várt vendégeket. Elmúlt egy hét a más után, és nem zörgettek ajtaján. Hó ült a bokron, bérceken, a lágyal lejtő réteken. Bükkágogán, tölgyágakon, csikart a fagy, mint vaskarom. Nyulacska rít a fák mögött, a félsz szívébe költözött. S a kék patakban gyors halak cikáztak héppáncél alatt. Odvába bújt a röltelet, süvöltő széltől rettegett. A vasubában gyík aludt, bordas került a falut. Elrémult minden kis rigó, csak hullott, hullott, hult a hó. S a cserjésben az őszikék kutatták őszi fű ízét. Riadtan, félve, éhesen, barangolnak a réteken, s szelíd szemükben hús panasz. Miért vagy messze, szép tavasz? Erdőirtásban éjszaka, favágók érkeztek haza, s beszórtak néne ablakán. Anyó, segíts, nyuszin gidán, most egy csodát jó őzanyó, kötésig él, s még hull a hó. S fű, se ág, se lomb, se mag, csak ég, csak hó, csak néma fag. Borít mezőket, réteket, kis őzikéit éhesek. A tél kegyetlen, és ha győz, éhen veszik a nő az őz.
A csöndes éj lassan telik, a nyóka viraszt reggelik. Szemernyit sem vár, nem pihen, tanácsházára úgy megyen. Az őzikék, jó emberek, elpusztulnak. Segítsetek, az ember gyenge, ám de sok család tehet, ha összefog. Anyó szemében könny ragyog, bólintanak a tanácstagok, és másnap új év reggelén a hegyre indul lány, legény. Fejszét szöget szerszámokat, cipel buzgón a kis csapat, s mire az égbe alkonyul, nem éhezik se ősz, se nyúl. Legyen áldott immár minden hibád, bűnöd,
vétked, hiszen aki megbocsátja, végtelenül szeret téged. Őrizzen hát ez az áldás fájdalomban, szenvedésben, örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben. Őrizze meg tisztaságod, őrizze meg kedvességed, őrizze meg önmagadnak és a téged szeretőknek. Járom az újvának az alját, járom magam magammal, szolgalegény alábom a szemfogja, új Erzsébet asszonyka. Hová gondolom, nagy öfé kapitánynak lányát kérdeti, szemtéket lopjuk a drága magasak, a divatoknak nem haladnak, hogy a kezét használnak, örökére nem tényleg.
családban a két legidősebb embert a gyerekek verssel köszöntik. Az egyik az Ácsenő bácsi, másik meg a Simon néni. Úgyhogy a gyerekek verse most nekik szól, de mindenki fogadja szeretettel. Szeressétek az öregeket! Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket! A reszketőkezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat, a ráncos és eres kezeket, az elszürkült, sápadt szemeket. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket! Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket, ölejétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet. Szenvedtek ők már eleget, vigasztalói ti legyetek. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ne tegyétek őket szűk odukba, ne rakjátok őket otthonokba. Hallgassátok meg panaszukat, enyhítsétek meg bánatukat. Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ők is sokat küzdöttek, értetek, amíg ti fölnevelkedtetek. Fáradtak ők is eleget, hogy ti módosabbak legyetek. Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett. Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket. Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek, ti foglaljátok el a helyüket, mert ti lesztek majd öregek. S mindazt, amit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek. Azért előre intelek titeket, szeressétek az öregeket. Szeretnék én szót szólni itten, akkor neki adjuk meg a szót. Kárgás idősek, csak leírtam átszületére szavalom mondani valómat, úgy olvasom fel. Kedves idősek és meghívott vendégek, még most itt vagyunk a Földön. De ha Isten elszólít bennünket, semmi földi kincset nem vihetünk magunkkal. Azért nagyon fontos, hogy lelki kincseket gyűjtsünk. A Biblia utasítása szerint. A Biblia az Isten szava. Szól hozzánk, mi meg Istenhez imádságba szólhatunk. És vihetjük el Isten elé azokat, és bűneink bocsánatát is imában kérhetjük. Az ige is azt írja, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz a nő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Nagy szeretettel köszöntöm kedves testvéreimet. Két helyről szeretnék felolvasni igéket a Szentírásból. Az egyik a Prédikátor könyve 12. részéből, a másik pedig a Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott első levele, a 13. részének az utolsó verse. Az Ószövetségből hangzó ige így szól: örvendezz ifjú a te ifjúságodban, és vidámítson meg téged a te szíved a te ifjúságodnak idejében, és járj a te szívednek útaiban, és a te szemeidnek látásaiban, de megtudd, hogy mindezekért az Isten tégedet ítéletre von. Vesd el a haragot a te szívedből, és vesd el a gonoszt a te testedtől, mert az ifjúság és a hajnal hiába valóság, és emlékezzél meg a te teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jönnek, és míg el nem jönnek az esztendők, amelyekről azt mondod, nem szeretem ezeket. Amíg a nap meg nem sötétedik, a világossággal
a holddal és a csillagokkal egyben. És a sűrű felhők ismét visszatérnek az eső után. Az időben, amikor megremegnek a háznak őrizői, és megrogynak az erős férfiak, és megállnak az őrlő leányok, mert megkevesbedtek, és meghomályosodnak az ablakon kinézők. És az ajtók kívül bezáratnak, amikor is a malomzúgása halkabbá lesz, és felkelnek a madárszóra, és halkabbakká lesznek minden éneklő leányok. Minden halmocskától is félnek, és mindenfelé ijedelmek vannak az uton, és a mandulafa megvirágzik, és a sáska nehezen vonszolja magát, és kipattan a kapor, amint elmegy az ember az ő örökös házába, és az utcán körüljárnak a sírok. Mindenek előtte elszakad az ezüstkötél, és megromolna az aranypalackocska, és a veder eltörnék a forrásnál, és beletörnék a kerékakúrba. És a por földé lenne, mint azelőtt volt. A lélek pedig megtérne Istenhez, aki által volt az. A korintusi levélből hangzó ige pedig, most azért megmarad a hit, remény, szeretet e három közül pedig a legnagyobb a szeretet. Drága testvéreim, az ószövetségi igék valami csodálatos szemléletességgel írják le az ember élet éveinek haladását és az időben azt a megérkezést, amikor úgymond megérkezünk a mi életünk hajlott korához vagy az öregkorhoz. Amikor bizony már nem olyan a munkabírásunk, mint kellene, ahogy szerettük volna, mint 20 éves korunkban, ahogy mondani szoktuk, figyelmeztettek is bennünket a fiataloknak, hogy apa vagy anya, nem vagy már 20 éves. Ugye, ismerjük, jó lesz a figyelmeztetést. Amikor elerőtlenülnek, kezdenek elerőtlenülni a karjaink, aztán érezzük, hogy baj van a szívvel, baj van a látással, baj van a hallással, aztán a fogainkkal sem úgy tudunk őrölni, ahogy kellene, ahogy szeretnénk, és minden apró jel arról tanúskodik, hogy bizony eljár és elszalad az idő. Tehát mondhatnánk, amit ifjú korunkban felépítettünk magunkban, amit magunkra vettünk, amely kialakította az egész énünket, a mi egyéniségünket, lassan-lassan megválunk tőle, és kezdünk visszatérni, így mondhatnánk, önmagunkhoz. Kezdünk ismét önmagunk lenni. A magunk, mondhatnánk, eredeti mi voltában egész el a gyermekkorig, a kicsinykorig, amikor még semmiféle sallang, semmiféle olyan információ, ami változhatott volna, vagy alakította volna a jellemünket, még nem volt bennünk. Ám de mégis, hogyha ebbe bele gondolunk, akkor nincs okunk az elkeseredésre, mert kellő bölcsességgel tudomásul kell vennünk az idő múlását, hiszen vannak olyan örökkévaló értékek, amelyek idős korban is megmaradnak, amiről Pál apostol is beszél. Szóval most pedig azt mondja, megmarad a hit. Talán el kellett telni sok időnek, vagy el kell telni sokak életében huzamosabb időszakasznak ahhoz, amíg felfedezzék, hogy hát a hit nem annyi ám, ahogy talán sokan vélekednek róla, vagy sokan gondolják, hogy ilyen azon szoktak vitatkozni, fiatalok vagy felnőttek is, hogy hát én azért elhiszem, hogy van Isten, vagy van Isten, vagy nincs Isten, tehát a hit az nem ennek a kérdése. Ez valami parányi dolog ahhoz képest, amilyen szerepe van életünkben a hitnek. Mert a hit az egész életünknek a mozgatója. A hit mozgatja a gondolatainkat, a hit teszi aktívvá a gondolatainkból fakadó
megérzéseinket, a szavainkat, a cselekedeteinket. A hit az, ami megérleli bennünk valamiképpen azt a folyamatot és azt a tevékenységet, amelyre azt mondják, és a Biblia szavaival is úgy lehetne elmondani, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. A hit az, ami összekapcsol bennünket Isten világával. A hit az, amelyben teremtő erők mozdulnak meg, és felülről való erők kezdenek el hatni bennünk és körülöttünk. Pál azt mondja, megmarad a hit. Utolsó szívdobbanásunkig megmarad a hit. Ó, milyen vigasztalom, milyen nyomorúságos is lenne az életünk, ha nem maradna meg a hit a számunkra. És hadd mondjam el, ha a hit megvan, és ha ez az önmagunkra találás, ennek a folyamata, a maga Istentől kapott rendjében lezajlik az életünkben, akkor nincs okunk a busnakodásra, nincs okunk a csüggedésre, mert ha tudjuk, hogy honnan jöttünk, tudjuk, hogy hová megyünk, tudjuk, hogy Istenhez lesz megérkezésünk, akkor nem csügged el a lelkünk, hanem igazán derűs és teljes lehet a mi életünknek hajlott kora, mi öregségünk. Megmarad a hit, azt mondja az apostol. A másik ilyen csodálatos ajándék, a reménység. Amíg a hit a múltból táplálkozik és a jelenben hat, addig a reménység valamiképpen a jövendőt veszi irányba és a jövendőt veszi célba. Aki tegnap és ma és örökké ugyanaz, aki nem változik meg, mert nála nincs változás vagy változásnak árnyéka, hogy az ige mondja. Megmarad a reménység. Mindannyian abban a korban vagyunk, hogy bizony életünk során már értek bennünket megrázó események. És tudjuk, hogy amikor eseteink vagy a körülöttünk lévő gondok és nyomorúságok már-már így lehetett volna őket jellemezni, hogy már reménytelenek voltak. A reménység mégis mindvégig élt. Az utolsó pillanatig ott volt a reménység. És testvéreim, az a reménység, amelyet Isten lelke inspirál, amelyet Isten lelke munkál ki bennünk, az az élő reménység, amely túlmutat ezen a mi mulandó földi létünkön. Ha az megerősödik bennünk, akkor nem lesz a szívünkben félelem. Akkor bizodalommal és visszatekintve hálaadással tudunk emlékezni mind arra a jóra, mind azokra az áldásokra, amit Istentől kaptunk, és újra előre tudunk tekinteni a jövendő felé, mert van jövőnk, mert Isten kegyelme által Jézus Krisztusban örök jövendő adatot nekünk. És ezt a jövendőt, ezt a reménységet, ami ehhez kapcsol bennünket, senki és semmiféle erő vagy hatalom nem veheti el tőlünk. Végül a szeretet. A szeretet az, ami mind a múltat, mind a jelent, mind a jövendőt valami csodálatos tartalommal tölti meg. Isten lényegéből, Isten lényéből származó lehetősége az embernek és áldása az embernek. A szeretet, amely mindent és mindent legyőz, a szeretet, amelynek ős mintája Istenből adatot nekünk, a szeretet, ami végül is még a halálunkat, tehát az e világból való átmenetünket is valamiképpen bearanyozza, valami csodálatos reménység fényébe foglalja, múlhatatlan, örökkévaló ajándékként adatik,
és az, amit magunkkal vihetünk majd, ami nem csak ezt a valónkat, hanem eljövendő létformánkat is tartalommal tölti meg, ez az Isten lényegéből származó szeretet. És az apostol végül azt mondja, hogy a három, de ezek közül a legnagyobb a szeretet. Ez a legnagyobb, mert túlmutat téren és időn, mert legyőz mindeneket, mert Isten közelébe vezet bennünket, és Isten közelében tart bennünket. Drága testvéreim, ami Urunk cselekedje meg mindannyiunkkal, hogy ez a felülről kapott derű, ez a belső lelki bizodalom, az Isten kegyelmének, az ő szeretetének a három ajándéka legyen a mi életünknek osztályrésze mindvégig. Megmarad azért a hit, remény és a szeretet, ezek közt a legnagyobb a szeretet. Ezzel köszöntelek benneteket Isten kegyelméből, és adja meg a mi Urunk, hogy ez a kegyelem időskorunkban is megteremje a maga áldott gyümölcseit életünkben. Így legyen. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves időseket. Isten kegyelmével, erejével áldja meg a Jóisten mindannyiukat, jó egészséget, és még sok derűt és örömet kívánok az életükben. Most pedig engedtessék meg, hogy egy asztali fohásszal, áldásmondással még hozzájáruljak ehhez a délutánhoz. Hagyjuk meg fejünket, imádkozzunk. Kegyelmes örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem a te igéddel, amelyet hallottunk az elmúlt pillanatokban is. De azért is hálásak vagyunk, hogy egy hosszú életen keresztül táplálod halandó testünket is, sok áldást, sok örömet, és minden napra megadtad kenyerünket. Ezért áldva legyen szent neved a Jézus Krisztusban. Most pedig kérjük, hogy áld meg asztalunkat, asztalközösségünket, és add, hogy újból felcsendüljünk szívünkben az a visszhang, amely gyermekkorunkban is már tanultunk. Urunk Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Amen. Akkor jó étvágyat kívánok mindenkinek!
Úristenem!